Tisztelt karcagiak, tisztelt televízió nézők, szeretettel köszöntöm Önöket mai sajtótájékoztatónkon, amely a Vágóhíd úti ipartelep létesítéséről szól. Tisztelettel köszöntöm Hubay Imre urat, a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei közgyűlés elnökét, és Nagyné László Erzsébet önkormányzati képviselőasszonyt. Mindenképpen azzal kell kezdenem, hogy önkormányzatunk nagyon sokat dolgozott azon az elmúlt időszakban, hogy Karcagváros épüljön, szépüljön, egy élhető és fejlődő település legyen és maradjon. Ehhez arra volt szükségünk, hogy azokon az infrastruktúrális fejlesztéseken túl, amelyek az utakat, parkolókat, kerékpárutakat, a különböző közvilágítási korszerűsítést, az intézmények fejlesztését, óvodák, bölcsödék építését, folyamatos fejlesztését jelentették, a sport és kulturális beruházásokat teremtettek a városban, ezen túl munkahelyteremtő beruházások valósuljanak meg településünkön. Hiszen célunk az, hogy aki helyben szeretne boldogulni, az helyben tudja megteremteni azokat a feltételeket, amely a Karcagon való letelepedéshez, itt maradáshoz, a fiatalok helyben tartásához szükségesek. Ezek a munkahelyteremtő beruházások az utóbbi időben köszönhetően a pályázati, kormányzati támogatásoknak, és néha bizony az önkormányzati önerőnek is folyamatosan jelen vannak, érdeklődnek városunk iránt. Ilyen lehetőség az, amely a Vágóhíd úti ipari telep kialakításával kapcsolatos. Hiszen ezen a területen a kis- és középvállalkozások számára, akik helyben szeretnék megteremteni a fejlődés, a továbblépés, a kezdés lehetőségét, számukra jelent ez egy óriási lehetőséget. Köszönettel tartozunk Magyarország kormányának és a megyei, vármegyei közgyűlésnek, hogy ezt a pályázati lehetőséget megragadta, ezzel a pályázati lehetőséggel élt, és egyhangulag úgy döntött a közgyűlés, hogy kialakításra kerül rajtuk keresztül, az ő pályázatukon keresztül egy olyan lehetőség, amely a karcagiaknak, a Karcagon élőknek ad remélhetőleg a jövőben munkalehetőséget. Én megkérem elnök urat, hogy a pályázattal kapcsolatosan, a kialakítandó ipari parkkal kapcsolatosan néhány gondolatot osszon meg velünk. Köszönöm szépen, polgármester úr, kedves karcagiak, kedves tévénézők, nagy tisztelettel köszöntöm képviselőasszonyt is körünkben, hiszen az ő választókerületében kerül megvalósítása a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei önkormányzat, valamint a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei területfejlesztési ügynökség konzorciumának keretében egy olyan projekt, amely karcagiak számára úgy ismert, hogy a Vágóhíd és a Szélmalmi Fogadóház közötti 13 hektáros beépítetlen füves terület, ez Karcagon kiemelt fejlesztési területté lett nyilvánítva még 2019-ben. Ezt követően 2019 nyarán az akkori Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés egyhangú határozatával fogadta el, hogy a megye rendelkezésére álló gazdaságélénkítési, gazdaságfejlesztési célokat szolgáló forrásból mintegy 500 millió forintot egy karcagipartület fejlesztésre különít el, és mivel eredményesen pályáztunk Magyarország kormányánál, így az Európai Unió és Magyarország kormányának segítségével közel 800 millió forintból immár a költségnövekmények figyelembevételével egy új ipari csarnokot, ami egy raktárépületet, egy szociális blokkot és irodát, valamint a hozzátartozó parkolókat és utakat és a közművesítés foglalja magában, valamint egy 2000 négyzetméter útburkolat felületű közösségi forgalmú út, tehát a közforgalom számára megnyitott út, és egy portépület építése kezdődött meg a munkaterület átadásával ez év január 31-én. Tehát nagyjából 4 évre nyúlnak vissza ennek a projektnek a kezdeményei, már akkor tudtuk, hogy az M4-es el fogja érni Karcagot, akkor tudtuk, hogy a karcagi vállalkozások rohamos fejlődésnek fognak indulni, mihelyest az M4-es ideér, és időközben szintén Magyarország kormányának köszönhetően döntés született arról, hogy a 3401-es számú út, amit mi karcagiak úgy ismerünk, hogy a Kunmadarasi út és a 4-es számú főút, valamint az M4-es csomópontjai között egy új keleti elkerülő fog épülni Karcagon.
Ettől az iparterülettől nagyjából 1 kilométerre fog elmenni ez az elkerülő út, ami tehermentesíti egyben a várost a ránehezedő mind délelőtti, mind délutáni csúcsforgalomtól, mind pedig az iparterület megközelítését a nehéz forgalmú utakra jellemző zajterhelést csökkentve ide fogja vezetni azt a nagyon fontos és nagyon messziről érkező logisztikai erőforrást, ami Karcag számára Karcagot felteszi a térképre, és nem csak gazdasági értelemben, hanem társadalmi értelemben is, hiszen ezzel a beruházással együtt maximálisan egyetértve Karcag város önkormányzatának célkitűzéseivel, a képzés fejlesztésével, a munkahelyteremtés lehetőségével, a karcagiak életminőségének a javításával és a helyben való letelepedés boldogulás elősegítésével ennek a projektnek a megalapozottsága maximálisan illeszkedik Jászlikon-Szolnok vármegye gazdasági érinkítési stratégiájához, és magával a megvalósítással az a célunk, hogy elkezdődjön a betelepülés erre a ma még lakatlan iparterületre. Köszönjük Karcag városának a támogatást, hogy a képviselőtestület is egy emberként állt mögé ennek a beruházásnak, és így mind a vármegyei közgyűlés, mind pedig a település önkormányzatának képviselőtestülete kard-kardba öltve tudja megvalósítani ezt a projektet, aminek kapcsán létrejön 12 olyan terület, építési terület, ahová karcagi vállalkozások is be tudnak települni, tudnak telephelyet fejleszteni, és mivel összközműves, ezért nem kell a vállalkozóknak ezekkel a nehezen megközelíthető, nehezen elérhető erőforrásokkal küszködni, hanem ezt készen fogja a város kínálni a betelepülő vállalkozások számára. Azt reméljük, hogy ezzel a létesítménnyel és a létesítés elindulásával ez év december 31-ére végzünk, és jövő tavasszal egy ünnepélyes átadó keretében szeretnénk a területet birtokba is adni annak az első betelepülő vállalkozónak, akit majd Karcagváros képviselőtestülete fog kiválasztani a pályázók közül. Ezután még 11 vállalkozás, legalább 11 vállalkozás betelepülésére van lehetőség, mint inkubátor jellegű terület fogja fogadni a vállalkozásokat a 13 hektáros iparterület, és a védelmi erdősávokkal, valamint egy rekreációs park építése, ahol már a csapadékvizet gyűjtjük össze, hiszen tudjuk, hogy ez a terület ez mélyfekvésű és víznyomott terület, vízállásos terület, rendszeresen elborította a belvíz, ezért ezt a vizet összegyűjtve egy rekreációs parkot alakítunk ki, és kerékpárúttal köztjük össze a város vérkeringésével. Amit a betelepülő vállalkozásoknak tudniuk kell, hogy akit érdekel ide az iparterületre való betelepülés, keresse bizalommal Szepesi Tibor polgármester urat, valamint Karcagváros képviselőtestületét, és bízunk abban, hogy jövő tavasztól kezdődően termelni fogja a városnak azokat az adóbevételeket. Ez az iparterület, ami hozzájárul ahhoz, hogy mind a gyermeknevelési, mind a köznevelési, mind szociális-kulturális területen, akár a város infrastruktúrája több bevétel folyjon be a város kasszájába, és a karcagiaknak hasznos és prosperáló beruházás legyen a Vágóhíd úti iparterület fejlesztése. Elnök úr, köszönöm szépen. Megkérem Nagyné László Erzsébet képviselőasszonyt, a körzet képviselőjét, hogy az ipari park létesítéséről, annak fontosságáról néhány szót legyen kedves mondani. Köszönöm szépen, polgármester úr. Kedves karcagiak, tisztelt elnök úr, polgármester úr. Számomra nagyon nagy öröm, hogy a körzetemben egy ekkora területen, eddigi használatlan területen, vagy úgy mondhatom egyéb használatra fenntartott területen ilyen fejlesztés valósul meg, a legnagyobb fejlesztés a körzetben. Elmondta polgármester úr előttem, munkahelyteremtés a karcagiak, illetve a karcagra betelepülők számára, az itt maradók számára, azért, hogy fejlődjön és érhetőbb legyen az a város. Ezen a területen kialakításra kerülő telkeken olyan raktárépületek és a fals információkkal ellentétben ezek egy inkubátor területen működő vállalkozások további fejlődését vagy kezdését segíti az önkormányzat és a megyei önkormányzat, amelyekkel városunk ezen területe teljes közművesítettséggel fog rendelkezni. Ez a terület, hangsúlyozom, használatlan volt, nem ilyen célú volt a használata, és nem utolsó sorban ezen katolikus városrésznek a belvíz elvezetése 13 hektáron megoldódik, a csapadékvíz elvezetés összegyűjtésre kerül,
és a terület mögött kialakítandó rekreációs park, ahogy összekötésre kerül a kerékpárút hálózata, úgy gondolom a kulturális, a pihenést és a szélmalmi fogadóházzal együtt a kikapcsolódást és az örökségeink védelmét szolgálja. Gyermekeinknek, utódainknak elmondhatjuk, hogy az ipari park fejlesztése mellett, a város ilyen gazdasági fejlődése mellett a hagyományaink megőrzésére is tudunk gondolni. A munkahely teremtés mellett hangsúlyozni kívánom, legalább 12 hely lehetőség biztosított, és ahogy ezt tudjuk, akár a piacon, akár máshol, más tekintetben, ha van egy betelepülő, vagy lehetőséget biztosítunk egy betelepülőre a területen, egy betelepülésre, egy vállalkozónak a részvételére, akkor ezt követően több lehetőség lesz, illetve többen jelentkeznek. Ezért én nagyon örülök, hogy a projektben az is belefért, hogy a Porta épület mellett már egy raktárépület épüljön, ami nyilván a fals információkkal ellentétben nem halfeldolgozás, nem gumifeldolgozás és nem krematóriumi célokat szolgál. Sajnos vannak a körzetemben és a városunkban olyan információk, amik a pályázattal és a megvalósítandó fejlesztéssel ellentétesek. Szeretném hangsúlyozni, ez karcagiaknak készül ez a fejlesztés. 13 hektáron, a 3-as körzetben több funkciót fog megoldani a gazdasági fellendülésen kívül, a belvíz, a csapadékvíz elvezetést és a közműveletettséget. Gratulálok és köszönöm szépen a megyei önkormányzat támogatását, a városi önkormányzat támogatását és a magyar kormány támogatását. Köszönöm szépen. Tisztelt karcagiak, azért dolgozunk, hogy Karcag fejlődjön, fejlődésben maradjon, és az itt élőknek, az ide betelepülőknek, az itt vállalkozni kívánóknak, az itt munkahelyet teremtőknek egy újabb lehetőséget tudjunk biztosítani. Ez a lehetőség mindenki számára adott, aki élni kíván vele, a saját vállalkozását szeretné elindítani, fejleszteni, annak egy újabb lehetőség ez az ipari park. Én nagyon sajnálom azt, hogy néhányan nem azért dolgoznak, hogy Karcag fejlődjön, hanem azért dolgoznak, hogy megakadályozzák ezt a fejlesztést. Vannak, akik fals információkkal szolgálnak, direkt keltenek olyan feszültséget, és mondanak olyan nem igaz híreket és információkat, miszerint az önkormányzat nem hajlandó munkahelyeket teremteni, nem hajlandó meghallgatni azokat a vállalkozókat, azoknak a vállalkozóknak az elképzeléseit, akik ide beruházni szeretnének, akik azért dolgoznak, azért jönnek, hogy Karcag fejlődjön és munkahelyek létesüljenek. Önkormányzatunk nyitott minden vállalkozóval, vállalkozással a tárgyalásra. Természetesen megvizsgáljuk azokat a lehetőségeket, akár egy környezetvédelmi vizsgálat, akár további vizsgálatokon keresztül, hogy ez milyen előnyt és esetlegesen milyen hátrányt jelenthet a városnak, és csak azokat fogjuk beengedni ebbe az ipari parkba, illetve más ipari területekre is, amely Karcag fejlődését, a karcagiak helyben boldogulását, a város jövőjét szolgálja. Ez az ipari park egy tökéletes lehetőség erre, mint ahogy azok az elképzelések, tárgyalások is, amelyeket folyamatosan folytatunk ennek érdekében, hiszen Karcag fejlődik, és Karcagnak fejlődnie kell.